Tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr! Magyarország olyan hely, ahol az emberek, ahol azok az emberek, akik kizárólag a munkájukból kénytelenek megélni, nagy valószínűséggel szegénységben fogják tölteni az életüket. A dolgozói szegénység a mai Magyarországon nem kivétel, hanem szabály, és addig, amíg ez így van, egyetlen kormány sem állíthatja magáról, hogy jó munkát végez. A munkavállalók és nyugdíjasok tömegeit érintő szegénység egyik fő oka és tünete is egyben az a jelenség, amelyet a szakértők energiaszegénységnek neveznek. A vonatkozó statisztikák szerint a magyar háztartások 30-40%-a energiaszegénységben él. Körülbelül 4 millió honfitársunk él úgy, hogy a téli hónapokban anyagi okok miatt vagy fázni kényszerül, vagy hogy a fűtőanyag kifizetése aránytalan mértékben megterheli, és a gyógyszer vagy akár élelmiszer elől elvonja a pénzt, netán tartozások felhalmozására kényszeríti a fűtési szezonban. Amint azt bizonyára önök is tudják, a mi éghajlati jövünkön a fűtött otthon olyan létszükséglet, amely az alkotmányban garantált alapvető jogaink mindenekelőtt az egészséges környezethez való jog biztosításának alapfeltétele. Vagyis az államnak nincs döntési szabadság abban, hogy ehhez hozzásegíti az embereket. Ha olyan viszonyokat teremt, hogy milliók élnek energiaszegénységben, akkor a kormány magyar emberek millióinak sérti meg ezt az alapvető jogát, jogait. Önök éveket töltöttek a rezsicsökkentésnek nevezett szemfényvesztéssel úgy, hogy közben az energiaszegénységben élők aránya nem változott kimutatható mértékben. Rengeteg olyan embernek csökkentették az energiaszámláját, akik erre nem szorultak rá, saját magukat is beleértve, de a problémát nem oldották meg, a legszegényebb egyharmad kiszolgáltatottságát nem csökkentették. Hiába lett alacsonyabb például a vezetékes gázára, ha egyszer a legalacsonyabb jövedelműek nem vezetékes energiahordozóval fűtenek, a szén és tűzifa ára pedig meredeken emelkedett. És hiába írják rá a számlákra színes grafikával, hogy milyen jó nekünk, ha közben az értelmetlen büntetőadókkal, meg az EU-tól kapott támogatások eltérítésével megakadályozzák a magyar családokat abban, hogy az otthonok hőszigetelése, a nyílászárok cseréje, a fűtés korszerűsítése és a megújulók révén tartósan, fenntartható módon tudják leszorítani a fűtési költségeket. Kérem tehát, hogy a rezsilőzőnkokat mellőzve szíveskedjenek válaszolni arra a kérdésre, önök szerint csak a gazdagoknak jár-e a meleg, és beletörődik a kormány abba, hogy 3-4 millió magyar ember az idei telet is hidegben fogja tölteni, vagy tesznek végre valamit azokért, például az LMP szociális gáztarifa javaslatát elfogadva, akikhez az eddigi, jobbára csak politikai reklámtevékenység kategóriájába sorolható lépéseik nem értek el. Várom megtisztelő válaszukat. Fónagy János államtitkár úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Önök folyamatosan megkérdőjelezik a rezsicsökkentés eredményét, folyamatosan megkérdőjelezik a kormány energiaprogramját. Önök, akik nem támogatták, és ma sem támogatják a rezsicsökkentést, hiszen nem támogatják Paks 2 megépítését, amely a rezsicsökkentés fenntartását teszi lehetővé. Ha önökön múlna, akkor tűzifa program se lenne, hiszen önök egy zöld párt, és a tanácsadójuk tanácsára, de úgy látom, hogy inkább csak az elbizonytalanodásuk növekedett, maguk sem tudják, hogy a tűzifa programot támogassák, vagy pedig az erdőt védjék. Önök azokkal értenek, minden szavából az derül ki, hogy önök azokkal értenek egyet, akik a külföldiek kezére játszották a magyar közműszolgáltatókat, a magyar erőműveket, és ezzel kiszolgáltattatták a magyar családokat. Külföldi közműszolgáltatók, csak emlékezetébe szeretném idézni, több mint 1000 milliárdot vittek ki az országból. A kormány az ön által szemfényvesztésnek nevezett rezsicsökkentésből 2013. januárjától sávhatárok nélkül csökkentette a villamosenergia, földgáz és a tápfű fogyasztási árát. Ezzel akkor 170 ezer forintot hagyott évente a családoknál, csak hogy ez mit jelent? Ez azt jelenti, amit ön semmiben nem becsül, hogy 25%-kal lett az alapvető energiahordozók ára alacsonyabb. A magyar családok 13. január 1-e és 17. október 31-e között
több mint 1133 milliárd forintot takarítottak meg. Ha önnek ez semmi, ha önnek ez szemfényvesztés, akkor kérem, ne hallgassanak a tanácsadójukra, mert rossz tanácsokat ad. A trezsi költségek csökkentése egyébként a korábban felhalmozott adósságok mérséklésére is kedvező hatása volt. A rezsicsökkentés intézkedések eredményeként a közüzemi díjak változatlanságával, hiszen nem csak a rezsiköltségek csökkentek, hanem nem emeltük a szolgáltatási díjakat sem, garantáljuk a megfizethető energiaellátást a hazai lakosság részére. A magyar családokat és a nyugdíjasokat a leghidegebb időszakban is védi a rezsicsökkentés. Ön pontosan tudja, hogy a szociális tüzelőanyag pályázat útján a helyi önkormányzatok, a rászorultak, az elesettek, a krízis helyzetben lévőknek nyújtanak érdemi segítséget. A tűzifa program keretében tavaly még 3 milliárd, idén 4 milliárd forint összeg áll rendelkezésre. Következetesen arra törekszünk, hogy a hazai fogyasztók továbbra is megfizethető áron jussanak az energiához. A hatósági árszabályozás stabil végfogyasztói árakat garantál a magyar családok számára. A kormány családbarát és nemzeti érdekeket szem előtt tartó gazdaságpolitikát folytat. Az adócsökkentések és a béremelések következtében egyre több pénz marad a családoknál, erősödik a gazdaság, biztonságban vannak a magyar fogyasztók, biztonságban vannak a magyar családok. Abban a nem várt esetben, hogy nem fogadja el a válaszomat, kérem, hogy ezt az országgyűlés tegye meg. Köszönöm, elnök úr, a figyelmét. Kérdezem képviselő urat, elfogadja államtitkár úr válaszát. Tisztelt államtitkár úr, ön is teljesen tisztában van azzal, hogy a rezsicsökkentés azért is szemfényvesztés, mert közben a világpiacon az energiárak zuhantak, és egyáltalán nem követte, még arányaiban sem követte a magyar energiárak változása ezt a zuhanást, és ezek évente 100 milliárdokat jelentenek, amelyek Fidesz közeli cégek extra profitját növelik, ahelyett, hogy az emberek zsebében maradnak, vagy energiahatékonysági befektetésekre fordíthatnák, ha nem terelték volna el akár ezeket az uniós támogatásokat is. A tűzifa program kapcsán pedig, tisztelt államtitkár, a tűzifa program az nem működik, nem kapnak megfelelő mennyiségű fát az önkormányzatok, és hogyha kapnak, az is rossz minőségű, frissen vágott, nedves fa. Eurostat már kimutatja azt, a falopás soha nem volt ekkora mértékű a falopás Magyarországon, és az elégetett, rossz minőségű, nedves tűzifa pedig nagyon komoly egészségi kockázatot jelent, hiszen rengeteg füstje keletkezik. Nem fogadom el a válaszát, államtitkár, ön se gondolhatja, komolyan ezt el lehet fogadni. Képviselő úr, nem fogadta el a választ, kérdezem, a tisztelt házat elfogadja, kérem szavazzanak. A ház 110 igen szavazata, a 24 nem ellenében tartózkodás nélkül a választ elfogadta.